Még tavaly decemberben módosította az országgyűlés a kereskedelmi törvényt, annak érdekében, hogy visszaszorítsa a vendéglátó szektorban a kizárólagos italbeszerzési szerződéseket. A törvénymódosítás augusztus 1-én lépett életbe, bár a vendégeknek kedvez a módosítás, mert jóval nagyobb kínálatból választhatnak. Az egyik szekszárdi söröző tulajdonosa azt mondja, könnyen lehet, hogy több millió forinttól esik el. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy kategóriánként 80%-át szerezhetjük be az italból ugyanazon gyártótól, a maradék 20%-ot pedig természetesen egy másik gyártótól kell biztosítanunk a vendégnek. Tulajdonképpen itt a lényege ennek az egész törvénykezésnek az lenne, hogy nagyobb választékot tudjunk biztosítani a vendégeink számára, illetőleg a fogyasztók számára. Viszont ugye ebben a helyzetben sajnos a vendéglátósok elesnek attól a támogatástól, ami eddig elérhető volt számukra, ezzel megkönnyítve ugye a fejlődést, vagy akár a hétköznapi kiadásokat. Nyilvánvalóan erre az sem segített rá, hogy ugye most volt pont egy elég erős járványhelyzet. Így a nagy sörgyárak sem köthetnek már kizárólagos szerződést a vendéglátóhelyekkel. Ez alól csak a csapolt sör lehet kivétel, ha az érintett vállalkozás biztosítja legalább egy kisüzemi sör folyamatos csapon történő értékesítését. Az én esetemben ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy nagyságrendi számokról is beszéljünk. Ez egy szerződés kötésnél több millió forintot foglal magában. Ugye itt arról van szó, akárha mondjuk egy sörgyártóval való szerződésről beszélünk, akkor egy bizonyos időintervallumon belül egy bizonyos típusú fogyasztást vállalok nyilvánvalóan a gyártó felé, és ebben a helyzetben ők ezt honorálják számomra egy bizonyos millió forinttal, egy bizonyos összeggel. Ez számukra előnyös volt eddig, mert garantálni tudtak bizonyos fogyasztást, és tudtak vele számolni. Számomra pedig előnyös volt, mert tudtam számolni nyilvánvalóan azzal az összeggel, ami ezáltal befolyik. Sajnos ez a későbbiekben nem lesz így elérhető. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint a szigorításnak köszönhetően többen fogják fogyasztani a kézműves söröket. Miután az elmúlt időszakban többfajta kis sörfőzde keletkezett, ezeknek a megrendelései viszonylag sajnos nagyon alacsonyak, ezzel lehetne támogatni a hazai sörfőzdéket, akik elsősorban kézműves söröket állítanak elő. Ezeknek az ára kicsit magasabb, mint a hagyományos söröknek, de van egy lehetőségük így arra, hogy a lakosság megkedvelje, illetve fogyassza a jövőben ezeket a kis sörfőzdéknek a sörét, és azt is talán el tudjuk érni, hogy rentábilisak legyenek a kis kézműves sörfőzdék. Az a vállalkozás számít kisüzemi sörfőzdének, ami évi 20 ezer hektoliternél kevesebb sört állít elő. Volt egy korszak, amikor elkezdtek kialakulni sörfőzdék, kis kézműves sörfőzdék. Már úgy látszódott, hogy ugye nagy volt az igény a sörre. És a kapacitás nem volt akkora még a sör területén, nagyobb volt a fogyasztás is, és arra akkor megengedték azt, hogy hozzanak létre kis sörfőzdéket. De akkor egyszer csak kiderült az, hogy egyrésztről a fogyasztás csökken, hála Istennek, mert ugye az alkoholfogyasztásról beszélünk, ugye, ami nem éppen támogatandó annyira. Tehát az emberek nem fogyasztottak annyit, a motorizáció következtében nem is tudtak, mert gyakorlatilag ugye kevesebb sört fogyasztottak, és ennek az lett a hatása, hogy ezek a kis sörfőzdék egy része bezárásra került. Most amelyik megmaradtak, azok működnek, és azóta minőségük is jelentősen javult, hát ezeket kéne támogatni, remélem, hogy ez megvalósul a valóságban is, és akkor talán nagyobb lesz a választék, mert ugye a választék az kicsit egyoldalú.